Kedves nézőink, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Kérem, mai műsorunkban Magyarország emlékeit szeretnénk felidézni. Ebben az albumban csodálatos, szép fényképek vannak. Ezeknek a segítségével tesszük mindazt, ami most következik. A festő mindent eladott, a házat, hol eddig lakott, rózsákat vett vagyonát, ...1956. októberében Budapesten forradalom tört ki a szovjetek ellen. A magyar nép békét, nyugalmat, szabadságot, függetlenséget akart, és a külföldi megszállók erre fegyverrel válaszoltak. A kivezényelt magyar katonáknak a szovjetek oldalán kellett harcolniuk. Több száz magyar katona, Maléter Pál vezetésével a Kilián laktanyában tartózkodott. Október 25-én Maléter Pál átvette a parancsnokságot, és a forradalom katonai vezetője lett. Elsődleges feladata a laktanya épületének megvédése volt. Hamarosan már minden reményük megvolt arra, hogy legyőzzék az orosz elnyomókat. De a szovjetek túl erősek voltak, ezért egyességet kellett kötni velük. Maléter Pál nem hagyta több magyar hazafivérét ontani. 1956. november 2-án Nagy Imre honvédelmi miniszterré nevezte ki Maléter Pált. Különös megegyezés születhetett, mivel a magyarság megőrizhette kultúráját és nyelvét, fenntartva a szovjet hatalommal való kapcsolatát. 1956. november 4-ére a szovjet erők elfoglalták a Kilián laktanyát. Habár a szovjetek leverték a forradalmat, a kommunizmus arculata örökre megváltozott. Az épületen emléktábla emlékeztet a megtörtént eseményekre. Vér a vízben. A rock and roll. Van bele. Rock and roll. Itt a rock and roll. Jön a változás. Itt a rock and roll. Jön a szabadság. Itt a rock and roll. Tekintsünk el most ettől a kis apróságtól. Uraim, az elkövetkezendő napokban elvárom önöktől, hogy tudásuk, hazájuk iránti tiszteletből a legjobbat nyújtsák. Tekintve az orosz mérkőzést, ez döntő lesz. Uraim, egységes akaratunk, hogy ezt a győzelmet hazánkért vívjuk meg. Igaz? Nézzétek! 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 Ilyen az élet, igaz. Ilyen az élet, ilyen az élet, ilyen az élet, igen. Ilyen az élet, ilyen az élet, ilyen az élet, igen. Ne ítél, mert a hagy ítélsz, őt ítélnek majd meg. Ne ítél. A Gizi! Nem a Gizi? Nem Gizi volt, nem, az a másik volt. Nem, Klári volt. Gizi a tiéd volt. Nem a Gizi. Megvan, biztos, hogy Klári. Hát az enyém volt, de mint Gizi úgy hoztam be, de mint Klári távozott, ja. Mert utána már veled ment tovább. Hát körbejártam kétszer. Leszakadt róla a melltartó, emlékeztek meg a felültet? Hát ekkora mellekről hallod. Jézus. És amikor László behozta azt a kis... Nem is volt az olyan kicsi. Mit hozod? Mit tudom én, csak várom, hogy legyen a perc. Az méretű melbimbolya volt, emlékszem. Mint a párizsi. Inkább így. Az udvar, én nem tudok semmi, azt tudom, hogy így.
Vagy Albert Kersz, nem? Tényleg nincs látok Albert Kersz? Albert Flóri. Még agyomnom a sörtet. Van nálam egy 3 kilós vekni, hogyha gondolod. Még tavalyi sütés, nagyanyám, ha? Ne, sose nyertek így olimpiát. Nem vagyok én benne biztos, az edzések mindig nagyon jól mentek. Az. Na jó, hát az volt a lényeg. Ott se voltatok. Vagy elkéstetek. Akkor ment a legjobb, amikor nem voltunk ott. De Rudika ott volt. Emlékeztek? Rudika. Mindig kijárt edzésre. Nem a számít. Teljesített a meccsen és kész. Szerintem. Rudika mindig ott tapsolt a szélén a medencén. Tündéri volt az a kis. Addig tapsolt, míg benne nem ülök, mint elmaradt. Hát, nem gyába, én ülök a bányákon. Téged is megtapsolt a víz alatt is. Hihetetlen. Rudika, de vissza a kannákhoz, ha? Mit szóltál a kannákhoz? Vissza a gyökerekhez. Vissza a gyökerekhez. Megcsinálni. Ti gyökerek voltatok. Elég csúnyán, de a leggyökerek... Már ne is haragudjak. A leggyökerek... Én voltam az egyetlen úri ember vele. Én csak csendesen dicsértem a kannákat. Amikor már eleget ittunk, akkor... Persze, és a fél csapat végig ment, miután te nem tudtál róla. Nem vagy más, mint egy kutya, minden test más, csak uga. Nem vagy más, mint egy kutya, minden test más, csak uga. Egy nő sem fogatál soha, és barátom sem vagy. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. But you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Said you were high class, that was just a lie. Well, they said you were high class, that was just a lie. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Nembaj mash mint et kucha, mi nem tesh mash chak uga. Nembaj mash mint et kucha, mi nem tesh mash chak uga. Ej nu chem fagatau shoha, ej bada tam shem baj. You ain't no more hound dog, crying all the time. You ain't no more hound dog, crying all the time. Tudod, van itt néhány dolog, ami nem megy az agyamba, nem fér a fejembe, hogy igazán érdekes, hogy ebben a pillanatban, most 1956-ban, ami a világot lázba hozza, a televízió, érted, a tévé, van itt egy másik dolog is, a rock and roll. Tudod? A rock and roll. És mi, magyarok, mi büszke nemzet vagyunk, mi büszke nép, tudod? Ez nagyon fontos nekünk, és egyszerűen ez nem megy a fejembe, hogy ez most miért? Well, get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast cause I'm a hungry man. I believe you're doing me wrong. Tudod, megvan a rock and roll energia, és erő, és szabadság. Ez az, ez a két dolog, ami kell nekünk. Ez az, amire szükségünk van. Ez nincs meg a magyaroknak. Ez kell. Jövő héten viszem a fiát Ausztráliába. És mi lesz ott? De vízilabda. Mérkőzés? Uh-huh. Gratulálok, fiam! Köszönöm, anyám. Mindent megteszünk a győzelem érdekében. Gratulálok, fiam, és vigyázzatok magatokra. Anyám, nagyon aggódom a forradalom miatt. Nem tudom, mi lesz veletek. Ne aggódj, fiam.
majd elveszünk valahogy, remélem, hogy nem történik semmi, de inkább ti vigyázzatok magatokra. Jó utat nektek! Köszönjük! Anyu, mi az a forradalom? Az forradalom, de te még nagyon kicsi vagy hozzá, és nem érted meg. Fordalom? Nem fordalom, forradalom. Fordalom. Úgy is jobb, nem fordalom, forradalom. Az emberek azért küzdenek, hogy a sorsuk feletti irányítás a saját kezükbe kerüljön. A forradalomban, vagyis a harcban nincsenek nyertesek, csak vesztesek. A forradalomban testvérek ölnek testvéreket. Én nem akarok benne részt venni. 1956-ban természetesen volt amerikai nagykövetség, pontosabban az Egyesült Államok nagykövetsége. De hogy milyen volt a viszony Magyarország és az Egyesült Államok között, hát én, nem lévén diplomata és történész, ezt bizony nem tudom pontosan. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Hát kérem szépen, voltak, akik szerették, hogy itt vannak az oroszok, elsősorban szerintem az oroszok szerették, hogy itt vannak. Emlékszem, így vitték a pixalámit, mi be sem mehettünk abba a boltba, ahova ők jártak vásárolni. Hát... Waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love. Ezekben a nehéz pillanatokban is mit lesz velünk,
egy csodálatos énekesnő a színpadon. Nem sokára ez az ország megkaphatja a hőn áhított szabadságot. 1956 lehet, hogy hatalmas változást hoz az életünkben. Addig is a mai estén érezzük jól magunkat a színpadon, Melinda! Rock'n'roll energiája bejutott néhány kisebb klubba itt Budapesten is. Elvis egy nőről énekel, aki a konyhában él és úgy zörög az edényekkel, hogy a rock'n'roll ritmusát idézze. A szovjet hatalom utálja ezt az üzenetet. A szovjetek gyűlölik a rock'n'rollt. Emlékszem, 1956-ban fiatal csókolóztak az utcán, akkor az még nyilat volt. Hát, boldogok voltunk. Only you can make this change.
this change in me. Oh, it's true. You are my destiny. When you hold mindannyiunk számára a szabadság, mely lehet, hogy néhány napon belül ránk köszönt. Ebben a reményben fogadjuk szeretettel a színpadon Desiree Dugoné! November 4-ére a szovjet erők elfoglalták a Kiliánlaktól. Az épületen emléktábla emlékeztet a megtörtént eseményekre. Napjainkban Desiree alibi klubja található ebben a történelmileg védett épületben. Listen to what you have to say, but I know you don't know how to pay. You better do that like the other men do. Get out of here, give me some money too. Do I need some money, honey? I need some money. Get out of here. Go get some money. Get some money. Hát október 23-án természetesen a Zeneakadémián a diákság összegyűlt, hogy most akkor mi legyen. De mindenki tanástalan volt, hogy most szovjet hatalom vagy ne. És valaki ezt mondta, hogy persze berohantak a tisztiskolás növendékek egyenruhában, hogy ti még itt ültök, amikor Budapest népe kint van a parlament előtt. És mi elkezdtünk vonulni. Lots of money, money. I fell for you, baby, and I took you in. Now all you give me is a drink of gin. You better do right like the other men do. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon, I can't forget to keep on shining. Shine on the one that's cold and let me blue. I say blue moon, I can't forget to keep on shining. Mit képzelnek ezek? Én nem orosz vagyok, én magyar vagyok, érted? Én magyar vagyok, és most meg fogom mutatni ezeknek, hogy semmit nem érnek itt, ebbe az országba, semmi keresni valójuk, érted? Én magyar vagyok, érted? Érted, Ami? Teljesen meg fogom mutatni az egész népemmel együtt, hogy ebbe az országba semmi keresni valójuk, semmi keresni való egyiknek se. Mit képzelnek ezek? Mit képzelnek? Össze fogom fogni az összes magyart, és ki fogom őket innen ebből az országból az utolsó emberig tolni. Az utolsó emberig, érted? Az utolsó emberig.
ez egyszerűen hihetetlen, hihetetlen. És nem tudom, hogy hol kezdjem, de biztos, hogy az egész népemmel összefogok, és mind az utolsó szállig kitoloncolom őket innen. Meg tudom csinálni. Meg tudom csinálni. És mikor majd mindet az utolsó emberig kitoltam, akkor összefogunk és megcsináljuk a Magyarországot, amit mi akarunk, érted, amit mi szeretnénk. Azt egész ország egy szabad ország lesz. Ezt nem hiszem el. Ezt végig fogom tudni csinálni, érted? Végig tudom csinálni. És te itt leszel nekem, hogy erőt adj, érted? Megcsinálom. Nem vagyok orosz. Nem vagyok orosz. Magyar vagyok. Büszke magyar, érted? Büszke magyar. Nem tudom, hogy hol kezdjem, de egyszerűen rosszul vagyok attól az egésztől, ettől az egész légkörtől már. Mit képzelnek ezek? Nem tudom, mit képzelnek ezek. A szovjet katonák és a magyar vendégek szívesen iszogattak együtt. De mikor a parancsnokuk, az ezredes belépett, máshogy kellett viselkedniük. A barátságos iszogatásnak vége lett. Néha egy egyszerű dal is kezdhet forradalmat. Vannak itt köztünk nem szívesen látott vendégek, de úgy érezzük, hogy megtörjük őket még néhány pillanatig, aztán talán beköszönt a szabadság. Hölgyeim és uraim, a színpadon Melinda! Crazy, crazy.
vigyenek téged, mi lesz velünk nélküled? A szomszédot is elvitte az álva a múlt hónapban. Megveszik bolondságokat. Odaföntről tudom, hogy a szovjetek nem sokára itt lesznek. Különben is mehetünk még Zoltán bátyámhoz Moszkvába. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. De hogy mondjuk meg apukáiknak? Nem mond nekik semmit. Tudod, milyen apád? Majd küldünk neki képeslapot. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years till... Kárikor, zárd már azt a rohadt rád! Mi történik itt, elvtársnő? Két szocialista erkölcsű fiatallány nem simogatja egymást. Az én házamban ennek helye nincs. Menjen ki az utcára, ahonnan jött. Én szabad országban akarok élni, ahol azt szeretek, akarok. Szabadság, majd adok én neked. Itt mindenki becsületes ember. Takarodj! Margit, menj vissza! Menj vissza! Tűnés be a szobába. A vége lesz ennek a cirkusznak, erről mind beszélünk. Isten áld meg a magyar jó tényleg te vagy az? Láttak a múlt héten az Alibibe, és annyira tetszett, hogy szeretnék gratulálni. De bent van egyébként. Jó, köszönöm szépen. Annyira boldog vagyok. I'm happy too. Hogy az amerikaiak segítenek nekünk, ezentúl szabadok lehetünk. The Americans have told me that they're going to help. Ez biztos? That's what they told me. Azt csinálunk a színházban, amit akarunk. Eddig terror alatt voltunk, és most bármit megtehetünk. I understand.
Értem. Mehetünk ma este az alibibe dolgozni együtt. Felléphetünk. Kell? Persze, muszáj. Biztos, drágom. Boldog vagyok, szívem. I'm happy too. Nem fogják elhinni, de én emlékszem még 56-ra. Hát kérem, abban az időben fiatalok mászkáltak az utcán, boldogan csókolóztak. Fiatalok voltunk. De azt is jól tudjuk, hogy ezek után a bajok, tragédiák után a magyar olimpiai csapat mégis úgy döntött, hogy részt vesz Ausztráliában a Melbourne-i olimpián. Приходите и контролируйте революцию. Все сделаете от этого. Да! Убирайтесь. Dr. Nelson, a magyar nemzet honfoglalása óta harcot kellett vívjon szabadságáért, identitásáért, nyelvidentitásáért. Kezdődően a tatárok ellen, később török uralom, utána Habsburgok, s végül a németek. És azért a történelem viharaiba mindig megőriztük önmagunkat, nyelvünket, szabadságunkat. De jelen esetben a helyzet még súlyosabb. Talán egy nagyobb ellenséggel találtuk magunkat szembe. Nagyobb hatalommal, nagyobb fegyveres erővel. Nem bírunk úrrá lenni fölöttük. Szükségünk volna segítségre. 45-ben egy vesztes hatalom oldalán álltunk, és azóta tulajdonképpen orosz elnyomás alatt vagyunk. E fölött tudnánk talán most változtatni 56-ba. Talán egyedi történelmi esélyünk, hogy megváltoztassuk helyzetünket, és újra kivívjuk nemzetünk függetlenségét. Szükségünk volna amerikai segítségre, morális, anyagi, fegyveres segítségre, bármire. Mert ez a hatalom olyan erővel
ereszkedik ránk, hogy egyedül nem tudunk győzedelmeskedni fölöttük. Hát ugye volt egy ilyen tendencia, hogy bennünket be akartak olvasztani egy ilyen nagy, egységes birodalomba. Sőt, állítólag még a magyar nyelv is hát veszélybe került, de hát hála Istennek ez végül is nem sikerült. Viszont én mai napig tudom a Tatjana levelét annyi kinez, oroszul. Mert nyelvében él a nemzet, és nyelvében él, aki sokat nemzett. Ezredes. Ezredes. Beszélnünk kell. Segíteni akarok a mostani helyzeten. Beszéljünk. Hallgatom önt. Amerika meg fogja állítani önt. Amerika. Amerika, mármint Nagasaki és Hiroshima henteseiről beszél. Azokról a mészárosokról, akik ezrek és tízezrek halálát okozták. Gondolja, hogy a tömegpusztítás fegyverei segítenek ezeken az embereken. Mi a szándéka? Talán Budapestet is bombázni kívánja? Ezt a fajta segítséget akarja ön felajánlani? Egyedértek, ezredes. Hiba volt Nagasakiban. Bombát dobni. Spasiva, basoj. Krasivaja. Vengerski znaju kak je to naddjelať. Nagasaki az egyik legnagyobb háborús bűn egyike volt, uram. Sok vér tapad az ön kezeihez, uram. Ezt a segítséget akarja felajánlani? Amerika meg fogja állítani az oroszokat. Ön ebben lát pénzt? Vagy valami hasznot? Profitot? Ez az amerikai stílus? Ajajaj. Semmi haszna, uram. A megfélemlítésre tett erőfeszítése teljesen hasztalan. Üres. Érti? Ön akar minket megfélemlíteni? Jobb, ha tudja, a magyaroknak szüksége van ránk. Sokan vannak itt ebben az országban, akik életüket is áldoznák. Azért, hogy mi itt maradjunk. Tudja meg, Magyarországnak szüksége van ránk. Magyarország égköve lesz társadalmunk koronájának. Megértett, uram?
Legyen óvatos. Sokkal több van e mögött, mint azt hiszi. Uram, forradalmak mindig lesznek. Mindig is voltak, és lesznek is. És tudja, ki fog győzni? Az, aki képvisel a társadalom érdekeit. De ha most megbocsájt, uram, szeretném elfogyasztani az ételemet és az italomat. Köszönöm. Viszontlátásra. Uram, viszontlátásra. Sajnálom, viszontlátásra. Mit lehetne tenni? Mit tegyek? Mit lehetne tenni? Az egyetlen mód, ami megállíthatja a forradalmat, az, ha a magyarok elsajátítják az alapvető tanokat. Oroszország ereje a hadseregében rejlik. A forradalom elkezdődött. Több ezeren vannak az utcákon. Mit tegyünk? Tartóztassuk le őket? Lőjünk közéjük vízágyúval? Öljék meg mindegyiket. 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 Fibata, mi volt ez? Bocsássatok meg, de muszáj rögzsön. Szabályos tűzharc folyik a szovjet megszállókkal. Doktor Nelsonnal szeretnék beszélni, most! Tessék, parancsoljon! Doktor Nelson, emberek halnak meg az utcán. Segítenek az amerikaiak? They told me they were gonna help. Damn it! Hypocrites, liars, cheats. Lives are gonna be cost made by this. They told me that they were going to help us. Now they're not going to. I don't know what to do. I don't know what to do. I'm the American ambassador. You've heard of me. And as you know, the revolution started. There's people dying in the streets. Something's got to be done. The Americans, they told me they were going to come and help, but they're not going to. Isn't there something we can do? There's no we. You have no business here. You should go. There must be something we can do. Is there no diplomatic solution?
Have I said? There's no we. You have to leave. Ez a fickó. Adjunk neki egy leckét. Titkárnői. Has the revolution started? Yes. Are the Americans going to help? The Americans said they were going to help, but they're not going to. I'm not sure that you're safe. I'm not safe? I'm not sure. I think maybe you should leave. I can take care of myself. Really? Do you think you can take care of yourself? I can take care of myself. I'm worried about you. I don't know what will happen now. Things are out of my hands. They're out of control. I don't know what will happen. Látnom kell Bírt most. Bill, beszélni akartál velem? The Americans said they were going to help. Mi? And now they're not going to help. Ez biztos? The liars, the cheats, hypocrites, assholes. Damn. Ezt nem hiszem el. They're playing with the future of a people. People are going to die because of this. The revolution's already started. I don't know what to do. I gotta do something. I gotta do something. We have to leave. Okay? Go home, get packed. We have to leave. Yeah, yeah. Ben. Я вам представляю товарищ Сергей Иванов из КГБ. Szórakozzanak. Elmentünk Sopronig, pontosabban Mosonmagyaróvárig, és apám azt mondta, hogy na, mi magyarok vagyunk, nem megyünk tovább, jöjjön az orosz. És egy szép napon Mosonmagyaróváron félreverték a harangokat, és mindenki tudta, hogy itt a felszabadító szovjet hadsereg. És lementünk a pincébe, mert nem tudtuk, hogy most mi lesz, bombáznak vagy nem bombáznak. Ilyen kis felderítő, ilyen rata, vagy nem tudom, és ilyen szovjet gépek itt megjelentek, úgy köröztek a város fölött. És hát lementünk a pincébe. És hát bezártak, ilyen nagy kapu volt, és hát lent, hát nem volt villany, ilyen gyertyával. És hát ott lent a nők, ezért rózsafűzérem, nem zsolozmányok, ilyen senki vagy emlékező. És egyszerűen elkezdték döngetni a kaput puskatussal, ezt a nagy, úgynevezett száraz bejárás. Itt az orosz. Hogy most lő vagy nem lő. Édesanyám engem ide fogott imag elé, és úgy hátat fordított, hogyha lőnek, akkor az ő hátát éri a golyó először. Nem tudod elképzelni. És ment az imádkozás és minden. Egyszer berohantak a tisztiskolás növendékek egyenruhában. Ti még itt ültök, amikor Budapest népe kint van a parlament előtt. Szadate! És egyszer csak jött egy tahan. Dajte v tabu! Stop! Nie! Stop! Dělajte!
énekes az volt, hogy oltsák le a csillagot, oltsák le a csillagot. Mert egy nagy vörös csillag világított a parlament kupolájának csúcsán, volt egy ilyen tű. Azon. Это точно? Делайте! Делайте! Это точно! Делайте! Ti még itt vagytok? Hát minden magyar Pest utcájukban. És akkor mentünk ki az utcán. Őrület volt, nem tudjátok elképzelni. És elkezdték lőni Budapestet. Elnézést, ez egy becsületes forradalom volt. Nem fosztogattak itt, nem tömegek, nem a csőcselék. Egyetemi fiatalság. Ugyan! Oh,
Hát a kellemes, a szép emlékek most kicsit bizony szomorúbbá, tragikusabbá válnak. Mindenki szemben Sikítsatok! Üvölts! Úgy se hallja senki! A KGB küldött. Arra vagyok kiképezve, hogy információt szerezzem. Ez az amerikai zászló. Tudod mi erről a véleményem? Magyarok, egy agyon kritizálódó, bíráskodó pitiáner népség. Mindent kritizáltok. Mindennel bajotok van. Nem tudjátok élvezni az életet, mert azt is állandóan kritizáljátok. Bíráskodtok. Meghoz benneteket az élet örömétől. Házom barátja vagy? Igen. A nagykövetségről elrabolták a titkárnőit. Ezzel próbálnak hatást gyakorolni a magyar csapatra. Szükségem van a segítségedre. Persze, jó barát. Tartozom neki ezzel. Következő vers születési helye és ideje Budapest, 1956. október 26. A vers címe Elesettek. Költője Benjamin László. Lánctalpakon, egyenruhában jött a halál, értetek. Szerelem, munka, remény, jó és rossz már tőletek elvétetett. De már emléketektől is veszik el a becsületet. Élők és holtak. Fosztogatónak titeket gyaláz, aki ezt a szomorú országot utolsó kincsétől akarja megfosztani. Hát jöjjön a lánctalpas hatalom, szívünket fossza ki. Ágyúszó, könnyű zene búcsúztatja az elesetteket, nem sírás. Mi lesz velünk? Már csak a sírban a szabadulás? Nincs felelet. Csak vér van, csak gyász. Ciao, fratello. Ciao. Tutto a posto? Sì, ma certo. Ce l'ha un lavoro per te. Ok. E dai. Domani mattina. Ok. Sono due fighe che vogliono fare così. Ciao bastardo. Ok, ciao. Questo è il castello. Sono due fighe. Fammi vedere. Melyikőtök ad információt számomra? Ah,
Mi? Melyik őtök? Fog először beszélgetni velem? Úgy fogtok meghalni, hogy még nem is éltetek igazán. Mi? Melyik őtök? Fog először beszélgetni velem? Megszabadítalak benneteket a testi szépségtől. Sikítsatok! 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 Én ezt élvezem. Ez majd lecsökkenti az önbecsüléseteket. Annyira, hogy ne legyetek ennyire kritikusak mindennel és mindenkivel. Na, ehhez mit szólsz? Melyik ötök mondja el nekem az információkat? De te sikíts! Sikíts! Sikítsatok! Sikítsatok! Van számotokra egy meglepetésem. Egyenesen Moszkvából. Az amerikaiak mindig a talpnyalókat szerették. Majd én megmutatom, hogyan nyalunk mi. Nos, hamarosan hazaküldöm a megmaradt darabjaidat. Külön-külön bedobozom. Magyarok, ti kritizáltok mindent, amit láttok vagy hallotok. Na majd levágom a melled, és kis táskát csinálok belőle. Te, kritizáló kurva, majd mindjárt átszabadom a képedet. Nem szeretném megzavarni ezt a partit. Kritizált ez, kurva! Lám, mire jó a maga sorkú cipő? Nagyon jól tudjuk, hogy 1956-ban nagyon-nagyon sok magyar, több ezer hagyta el az országot. Tehették nyugodtan, a határok nyitva voltak. Drága jó anyukám, nagyon boldog vagyok, hogy hála Istennek jól vagytok, és kívánom, hogy továbbra is a viszontlátásig a legjobb egészségnek örvendj. Számtalanszor csókol fiacskád, Karesz. Kedves nagyikám, rég írtál. Biztos el vagy foglalva az unokákkal, gondolom. Különben ti, hogy vagytok? Mi sajnos nem jól. Én a szívemmel, emőke tüdőgyulladással fekszik itthon, ezért jót sajnos nem tudok írni. Csókollak, Jani. Drága édesanyám,
A nagymama megengedte, hogy én is írjak levelet, amit elküld a saját levelével. Örülök, hogy édesanyámnak jobb sora van már. A nagymama nagyon beteg, és sokat szomorkodik, amiért az édesapámnak a mennyországba kellett mennie. Folyton azt hajtogatja, jó, hogy ezt a nagyapád már nem érte meg. Nem értem, miért sír minden este a nagymama, amikor édesapám Istenkével van a mennyországban. Csókolom, drága édesanya. Eszlike. Játékosok, Vasily Karachenko, Ivan Dubnovics, Gregor Gregorovics, Dimitri Ludloma, Boris Mihalov és Igor Vlahov. Az edző Boris Volga. A magyar játékosok. Bolvári Antal. Mayer Mihály. Gyarmati Dezső. Zádori Ervin. Hevesi István. Markovics Kálmár. És az edző Rajki Béla. Drága jó anyukám, remélem levelem jó egészségben találja magukat. Sokat gondolok édesapámra, vajon hogy megy a sora a börtönben. Gizi néni, a szomszédjuk, elmondta, hogy gyakran éheznek, alig van mit enniük. Nem tudom, hogy megkapják-e, de a levéllel együtt küldünk csomagot is, amiben van gyümölcs és konzervek. Bár lehet, hogy azt a szovjetek elkobozzák a vánnál. A legkisebb unokájuk, Tóni, a múlt héten kimondta, hogy mama. Bár csak láthatnák, olyan szép kisfiú. Zsuzsika állandóan magukról kérdez. Nem merjük neki megmondani a teljes igazságot. Reméljük, a Jóisten megsegít minket, és újra láthatjuk még egymást. Szerető lánya és családja, Teri, Gábor, Zsuzsa és Tónika. Egy levél részletet szeretnék felolvasni. Drága fiam, mint tudod, szörnyű vérengzésbe fulladt a forradalom. Sokan meghaltak az utcai harcokban, és mély sajnálattal tudatom veled, hogy a kisöcséd, Judy, is köztük volt. Találat érte, mikor a magyar lobogót lengette a feje fölött. Azért halt meg, mert ki merte mutatni a haza szeretetét. Leírhatatlan a bánatom.
fájdalmamat semmi sem enyhítheti. Remélem, legalább te épségben vagy, és kívánom a lehető legjobbakat az olimpiára. Sajnos nem lehetek ott, de lélekben veletek vagyok, és tudom, hogy Rudi is nézni fog benneteket. Talán ő is ott lesz a nemzeti lobogót büszkén lengetve. Kérlek, tegyél meg minden tőled telhetőt, és vidd győzelemre a csapatot. Tedd meg ezt Rudiért is. Minden magyar reménysége bennetek van. Szerető édesanyád. Do you feel you have the support of Hungary behind you when you're playing? Nagyon nehezen. Nehéz kikapcsolni. Mindent megteszünk a vízben, mindent megteszünk a meccs közben, hogy próbáljuk elfelejteni, hogy mi van otthon. Nagyon-nagyon sok a feszültség, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy győzzünk. Hello, good afternoon. This is Francisco Martinez reporting here for Alpais from Spain. I have here the Hungarian coach, Mr. Garbo. Mr. Garbo, good afternoon. Good afternoon. Thank you, sir. Thank you for giving us the time to speak to us. I would like to ask you, in view of the turmoil your country is going through, what are your political views? You know, I wouldn't like to tell you anything about my political terms because it's very hard to express now. So I wouldn't say anything. Okay, fair enough. If you excuse me. No, I very much understand. So, do you think you're going to win? Yes, we are the best team, I think, and we will win. Yes. Este ha sido Francisco Martínez reportando para El País, en España, desde Melbourne. Muchas gracias, buenas tardes, señores. G'day from Melbourne. Yes, it is the 1956 water polo semi-final, an Olympic game like you're never going to see again. This is it, folks. The Soviets versus the Hungarians. It's a fantastic match. It's been happening in Budapest. My goodness gracious me, there's been some action in Budapest lately, and today is a reflection of that, because those big Soviet boys, oh, it's amazing what beetroot will do to a diet, they're going to be taking on the live Hungarians in a game to remember. You know, I've been thinking about it lately, and the one thing that's important for all of us to understand is that seldom do we see a sporting event that reflects the real-life situations in society. Today is that day. The game will be starting any moment now. Let's keep our eyes on our boxes to see a fantastic match in the pool. Ritkán látunk olyan sportesemény, mely tükrözné egy adott társadalom valós élethelyzeteit. A mai egy ilyen nap lesz. A mai közvetítést milliók fogják látni szerte a világon, kivéve Magyarországot. Ez a tudósítás, és maga a játék el sem érni ezzel játékosok hazáját. Micsoda szégyen, és egyben szomorú példája, hogyan is működik a kommunista rendszer. És kezdődjék a meccs, a labda a szovjeteknél. Az oroszok állítják, hogy Magyarország Oroszország része. De akkor miért küzd a két csapat különböző színekben? A világ két különálló tímként látja őket, ezért ez a mai összecsapás. A mai nap a gulyás és borst összecsapásáról szól. Ruszki kontra hunnok, Iván kontra Attila. A két csapat erejében teljesen ellentétes vér csörgedezik. És talán igazi vér is csörgedezik majd, hiszen a két csapat utálja egymást. A labda a másik félnél. Waltzing Matilda, ahogy én látom, nem láttam a félelmet az arcakon egyik félen sem. A játékvezető nagyon rosszul vezeti a meccset. Minden egyes sípszó a magyarokat bünteti. Úgy látszik, a bíró vörös csillag alatt született. Ha, mennyibe kerül egy bírót lefizetni? Vagy talán nagyobb irodát ígértek nekik cserébe? Ah, no worries, mate. Wow, wait a minute, big worries. Ah, semmi baj. Ah, mármint nagy baj a magyarok számára. Fáradtnak, kimerültnek látszanak.
szinte már készen, hogy feladják a mérkőzést. A magyarok lelkileg legyőzöttnek tűnek. A tömegen eluralkodni látszik az elegedetlenség és idegesség a bíró miatt. Már megint a magyaroknál a labda. Gól! Átvették a vezetést. A mai meccs túlmutat a sportszerű összecsapáson, és inkább fájul a diktátorok és elnyomottak küzdelmévé. Ma a játékosok cenzura és félelem nélkül adhatják önmagukat. A lendület szelle most az ellenfél mellé állt. Csináld ki! Passzod át, te barmarcú! A labda a másik félnél. Azt mondják, hogy az e-féle játék 50-50 százalék fizikai és szellemi küzdelem. De ezen az olimpiai szinten eléri a 99 százalékos idegölő munkát. Csodálatos passz! Úgy tűnik, szarban vagyunk, fiúk. Look, I'd be pretty pissed off if I was you if I put all my betting money on the Hungarians. Bloody hell. A magyaroknál a labda! A játékvezető nagyon rosszul vezeti a meccset. Azt hiszem, elveszítettük a lendületünket. Nincs már meg az összpontosítás. Nem tudunk koncentrálni. A szovjetek nagyon erősek. Mi gyengék vagyunk. Mindannyiunk elveszített valakit a forradalomban. Szégyent, fájdalmat érzünk minden sejtünkben. Kiveszett a tűz a szívünkből, helyette a fájdalom töltötte meg. Hogy tudnánk így bármire is koncentrálni, ha így megrendítő híreket kapunk a hazánkról és szeretteinkről? Valamire szükségünk van, hogy visszakapjuk a lendületet. Nyernünk kell. Elvesztettük az első világháborút, a második világháborút és a forradalmat is. Mindannyiatok elvesztette családokat a forradalomban. Mi nem vagyunk gyilkosok. A hazánkat védtük. Mi magyarok vagyunk, nem szovjetek. Rudika, a testvérem. Rudika meghalt. A magyar zászlóval a kezében halt. Ez a hazáért adott a vért. A legszebb halál, amit a hazáért lehet viselni. Erősnek kell lennünk. Előttünk van még egy kemény harc. A mi harcunkat itt kell megvívnunk. Mi sportolók vagyunk, nem katonák. Senki nem segített rajtunk. Most magunkat kell segítsük. Rudik, a testvéred meghalt. A hazájáért. Átérezzük ezt a fájdalmat. A fájdalom erősítsen benneteket. A háborúban legyőzhetnek minket, de nem a medencében. Nem félünk győzni. Igen. Győztesek vagyunk, nem vesztesek. Ez az. Van egy jó hírem. Mindhárom lány kiszabadult a fogságából. István, a te barátnőd is. Micsoda? Béla.
Ám van egy rossz hírem is. Szeretném, hogyha a második fél időben feljavulna a játékod. Ez nem a te formád. Oké, meg tudom csinálni. Meg fogom csinálni. Ne fogjuk el, hogy rossz van. Meg tudjuk csinálni? Igen! Hip-hip, hurrá! Ez az! Aranyérem jelképezze könnyeinket. Hol tűz a szívünkben! Győzel! És 56-ban a magyar olimpikonok kimentek az olimpiára. És kérem, itthon valami elképesztő ünneplés fogadta a hírt, hogy a magyar vízilabdázók megmerték verni a szovjet válogatottat. Elvesztettétek a világháborút, elvesztettétek a forradalmat, és ezt a meccset is el fogjátok veszteni. De nem ma! Majd meglátjuk. Örökvesztesek vagytok. De nem ma, de nem ma, de nem ma. Na, vieš, no pojďtoš. Itt van, tudod mit kell csinálni, nem? Javasl. Úgy látom, a második menet nem kedvez a mi gulyászabáló barátainknak, pláne, hogy a szerencse és a bíró is elpártolt tőlünk. It's the top of the second half and it looks like the Hungarians are ready to rock and roll. Gól! Itt vagyunk a második félidőben és a magyarok összeszedték magukat. A magyarok hárítják az oroszok összes lehetőséget. Már inkább egy csapatként küzdenek, mint az első fél időben. Mint egy jó szervezett hadtest. Mi több? Vasfüggöny! Bocsi ezért a kis politikai párhuzamért. A magyaroknak sikerül körbevenni az orosz csapatot. Ízlelgetik a híres bors ízét, amit ebédreltek. Az oroszok nem tudják lerázni a rájuk tapadó vízilabdásokat. A vörös oldalon küzdő csapat már nem igazán tud a meccsre koncentrálni, elveszti hideg vérét, fáradtnak, frusztráltnak tűnik, és talán már-már legyőződnek is. Az oroszok lassan elveszítik a mérkőzést. Még a bíró sem segíthet rajtuk, habár minden csípszó a magyarok ellen szól, túl erős a védelmük. Úgy látszik, a lendület szellem most Moszkva helyett Budapesten fúj. Mr. Momentum has moved on down from Moscow to Budapest. A játékvezető sem sípol feleslegesen. A magyarok 4-0-ra vezetnek. Ne veszik! Úristen! Úristen! Nem hiszem el! Még eme sokfél látán is, a magyarok még mindig tartják a frontot, nem adják fel! Micsoda csapat munkát láthatunk, hölgyeim és uraim! Micsoda hihetetlen összpontosítás! Ez most már komoly. Ez most már véresen komoly. A játékvezető sem sípol. Ez most már nem vicces. Vér a vízben. Kész tragédia. Atya Isten! A bíró semmit nem csinál. Country you come from, that's gotta hurt. Oh my heavens above,
Yes, there's blood. I can see blood coming out of that poor young man. I don't know what's going on here, folks. It is a tough game. It is a very tough game, but I'm not really... You know, you've just got to control yourself and say, well, this is water polo here in Australia. It's a tough game for 1956. A közönség megtámadja az orosz csapatot. A rendőrség az oroszokat védelmezi. It is a very, very serious match. Well, the referee has just shown the flag. The game is over, folks. A játékot megállítja a bíró. Na, mi történt? A játékot lefújták. A játékot lefújták. Ismétlen, lefújták. A győztes a magyar csapat! Emlékszünk, az 56-os Melbourne-i olimpiai játékokon vízilabdában aranyérmet nyertünk, és még más sportágokban többet is. Röviden összefoglalva, a forradalmak során, a sok év alatt megtartottuk hitünket, nyelvünket, jövőbe vetett reményeinket. Tehát a magyarok nem vesztesek. Az összes érem, amit Magyarország férfi vízilabdában az elmúlt 50 évben szerzett. 1956 Melbourne aranyérem. 1960 Róma bronzérem. 1964 Tokió aranyérem. 1968 Mexikóváros bronzérem. 1972 München ezüstérem. 1976 Montreal aranyérem. 1980 Moszkva bronzérem. 2000 Sydney aranyérem. 2004 Athén aranyérem. A magyarok nyertek. Mi domináltunk vízilabdában 50 évig. Megtartottunk nyelvünk és kultúránk. A magyarok még mindig itt vannak. A szovjetek rég elmentek. Mi vagyunk a nyertesek. Most bemutatom önöknek Desiré Dugonét, a film íróját, rendezőjét és producerét. Egészségüdet! Csillag! Egészségüdet!
Szilván! Where? A Bézban! To is a Szilván! Hat lehet vanni a hatalom! Van hátra, gondolj a házadra, gondolj szabadságra, emlékezz, ott van hátra, a boros metal touchra, a hazabia csatájára. Ott van elbaba, a boros csillag leül. Tuza Seaman. Fairbairn. Bear Beesman. Utman. Hey, mama. A bonus. Chilagle. A magyar Belvira Kuzma. És tanul a motból. Valaki tanul a motjából. Valaki nem tanul semmiból. Szedjék le csillagot! Ott csak le csillagot! Ott csak!